A több mint egy jel projektrendezvényén arra szerették volna fölhívni a figyelmet, hogy az emberek jobban tartsák tiszteletben a mozgáskorlátozott parkolókat. Aki autójából egy kerekes székbe akar kiszállni, annak nagyobb helyre van szüksége. A Skillful Dance Club táncosai próbáltak minél több arra sétáló embert odacsalni az oroszlános út elé. Az első projektünk az decemberben volt, akkor 6 helyen, 6 mozgáskorlátozott parkolóba helyeztünk ilyen táblákat. Most a második felvonásban bővültünk, tehát összesen 8 parkolóhelyre fogunk kirakni ilyen táblákat. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés, személy szerint nagyon kevésnek érzem Szegeden a mozgáskorlátozott parkolókat. A tapasztalatok szerint a szegedi autósok sokkal inkább figyelembe veszik a jelzést, mint például a budapestiek. Nyugat-Európában viszont a szabálysértők nagyon magas büntetést fizetnek. Farkas László, a kampány egyik arca azt kérte, hogy ne álljon be a mozgássérült parkolóba mindenki, akinek van igazolványa, csak az, aki valóban nehezen száll ki ésbe. Vannak rossz és jó élményei egyaránt. Ez a tipikus, amikor állok befele az autóba egy parkolóba, és nem nézik se a csomagtartót, hogy ott az autó, vagy egy szék, vagy mit tudom, és akkor egyből mutogatnak, hogy ne álljak oda abba a parkolóba. De jó élményből van, abból is van bőven, tehát sokszor van, hogy mikor látják, hogy rakom ki a széket, vagy befele rakom, akkor jönnek és segítenek, tehát ebben hátság mostában már nincs gond. A mozgalmat támogatja a PIK Szeged kézilabda csapata is. Vadkerti Attila az utánpótlás operatív igazgatója, valamint Zubai, Szabolcs és Ferenc válogatott játékosok is eljöttek ma a Klauzál térre.